Éjszakig leső Jamat, úristen, de szarangom van. Sziasztok, itt Flashy Jamat, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És ez kicsit, picit különleges lesz, ugyanis négy olyan támadást fogok nektek bemutatni, amit csak, illetve nem csak, hanem amiben Volkeröket használnak. Nem csak Volkeröket, azért az eléggé extrém lenne, és Clan War-os támadásokat. És három csillag, természetesen TL9-en, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Csak nem bírok rákoppintani arra a bizonyos gombra. Szóval, Volkeröl a Realm elleni Clan War-ban. Először a 4-es ellen a neve támadását nézzük meg. Egy anti-3-as bázis, Walking Queen stratégiát alkalmazta a neve. És 6 darab Walker található meg nála. Hoppá, 3 vagy 4 Hograiderrel Zitornyot leszedi. Leszedi a Mortárt is, és egy kicsi ragadja a CC-t is, amiben bizony egy Levahunt lapul mostanáig. De ugye most már tudjuk, hogy az van ott. És hát kicsit elfoglalva azzal az 1 darab Wizarddal. A Queen meg ugye folytatja tovább a Walkiát. Nyilván szándékos volt ez a CC csalogatás, úgyhogy ezt a Levahuntot nem sokára meg kell ölni. Konkrétan most, mert közeledik a Queen felé. Viszont közben a sweeperek kicsit elfújta eddig a healereket, de most már szerencsére nem éri el, úgyhogy nem is fújja el. Nos, lerakott még egy poisont, és ugye a Queen versus Levahunt papjai. Viszont volt csak időkérdés az egész, és megvannak a papok. Ettől még ott maradt, ott van még egy, jól van, most már nincs több. Folytatja a Walkot a Queen. Ugye szépen egymagába sétálgat. Kicsit kevés élete van, viszont pont nem hal meg, és szerencsére Sweeper sem bántja a Queen-t, viszont most betargetelték a healereket, egyszer betargetelte a healereket a X-Bow, ami kicsit problémás is lehet, viszont a Queen most arrébb megy, szerencsére az nem fog, pont nem hal meg, király. Jól van, hát akkor nézzük csak honnan jön a maga a kill squad. 12 darab fog maradt a végére, de a Queen sétál tovább, és le fogja szedni ugye még azt az Archer Tower-t, és most be fog érni. Viszont nekem az rémlik, hogy ezt a támadást megmutattam a War Recap videóba. Kérem, ebből nem csináltam War Recap-et, nem mindegy, akkor biztos nem mutattam meg. Nem mindegy, előjöttek a Teslák, csomó csontváz is előjött, és jönnek a Hograiderek a túloldalról, igazándiból. És hát jó sok Tesla van, 3 darab középen. Walkerök meg kicsit elmentek fölülre, ami még nem lenne nagy probléma. Érkezik a maradék 4 Hog Rider Golem Baront középre, és egy Heal Spell a Hog Riderekre. Walkerök is beérnek középre, és boom, hogy aláznak, nézzétek meg, nagyon-nagyon durva, amit ugye itt művelnek. És a Hulk végül leszedik az utolsó defenseket, amit tudnának zavarni, és boom, dupla Giant Bomb berobbant. Viszontból viszont meglett az utolsó épületek is, és hát 3 csillag lett végül egy anti-3-as bázis ellen. Gratulálok, ez egy gyönyörű atak volt. 4-es, akkor 9-es. Szintén nem maga támadta, szintén Walking Queen, szintén 6 Walker, viszont nem anti-3-as bázis most már, hanem egy érdekes anti-2-es. Megnézzük csak, mit fog elele csinálni. Ugye most már ebből láthatjuk, hogy a Queen valószínűleg balra fog menni. Felgyorsítjuk. A bázis szimmetrikus, szóval igazából a Queen-t kéne megölni, hogy a bal oldalt van, szóval ezért lenne jó, hogyha bal oldalra menne a Queen. Valószínűleg ez volt a cél. De most kicsorogatta a CC-t,
rárakott egy poisont, és igazából ez ma is egyenlő. Ez egyenlő azzal, hogy le is szedte a CC-t. Ugye Quinja folytatja tovább a walkot. Hallok valami mást is. Archereket rakott a builders hatokra, igen, az fontos. És hát indul már a golemes kill squad, tehát egy golem, és a 6 walker, jump spell, hoppá, ott volt, kinyit giant bomb, a filmnek természetesen a falat lövi, és még egy hill spell a walkerokra, boom, túlélnek mindent, Queen folytatja az útját középre, de megint egy falba ütközött, úgyhogy le kell szednie. És végül a hogok szétgyalázták a bázist a walkerökkel együtt. Eléggé nagy gyalázás volt, nagyon-nagyon szép támadás volt konkrétan. A bázis felét leszette egy Queen Walk-kal, úgyhogy még Raid Spell-et sem kellett elhasználnia, ugye a Queen Walk közben. Gratulálok, ez egy gyönyörű támadás volt. Itt most 14-es, itt de csúnya két csillag, jaj, Jézusom, két csillag, mi az? Szóval, Dodrz D-U-D-R-Z támadását láthatjuk, gyengébb hősökkel és csak 3-as walkerökkel, viszont azokból most már 8 darab és 18-at fog. Igazából ezek a Go, Va, Lo és támadások, tehát Golem, Walker, Hog, és nem kérek több értesítés, köszi. Viszont itt nincsen Walking Queen, ugye? És ez egy anti-2-es bázis. Ott szépen berobbant a két Giant Bomb, le is rakta a Poison Spell-t a CC-re. Heal Spell, Raid Spell, minden történik ott, srácok. Ugye illetve jobb oldalt ott van a Queen is, amit még nem sikerült leszedni. A hősök meg elmentünk bal oldalra, szóval hojúj. Hát nem minden úgy történik, ahogy tervezte, gondolom. Középen viszont a bázis egészen meg lett, ami nem rossz, viszont tényleg az a Queen. Az a Queen bizony az zavaró. Viszont a hősök is még életben vannak a másik oldalt. Hogoknak nem kell annyira sok defense-et leszedniük. Konkrétan már ki is futottak a Queen ható köréből. Hát azért ott lehettek volna nagyobb problémák is a Queen-nál, hogyha nem sikerül leszedni. De nem mindegy, most már nincsen defense, most van a tisztító time. És hát egy oldalról megy az összes katona, ami hát az idővel lehettek volna problémák, szerencsére nem voltak. És ott a Queen meg mindig, viszont Dudz Queen-je leszedi, és végül egy kis fajilla, de 3 csillag lett ezen az anti-2-es bázison. És hát akkor nézzük csak végül, de nem utolsó sorban, Józsi támadását. Itt is maxosak a walkerök, és itt 8 darab van belőle. 2 darab golem, itt sincsen Queen Walk, hát 19-es Queen, azzal már pedig lehetne egy olyan kis Queen Walkot nyomni. Tehát nem nyomott Józsi most. És egy gyönyörű Wallbreaker fail. És rakta a barkingét, hogy segítsen áttörni a falon. Jaj. Jaj. Jól van, és hát nagyon szükség lenne arra jumpspellre, úgyhogy le is rakta végül. Nem oda, ahova tervezte, gondolom, ugyanis kényszerből. És jönnek a walkerre, poison spell a CC-re. Tétei. Ajaj, nem látom a barkinget. Hoppá, elég szépen meghalt. Józsi barking ilyen, nagyon-nagyon szépen. Az kemény volt. És érkeznek a Hogriderek közben, Surgical Style-ban. És ott középen 4 darab Tesla lesz, ha jól sejtem. De a Walkerok kénytelen voltak áttörni a falon. Tehát olyan erősek, hogy hát is törtek. És hát végül nem tudom, sorban az utolsó heal spell, hogy a fönti ugrányok már nincs olyan sok élete, én meg mindjárt megfulladok. Ez nem baj. Hát most már nincsen sok ugrányder, viszont összes 3 olyan defense van, ami okozhat problémát, abból pedig a ugrányder most csak 2, a mortar ez nem olyan defense, ami problémát okozhatna. És még ott van pár walker, ami ugye tankol szépen, és eléggé
sok életük van a Walkereknek, hogy itt mondjak. És végül sikerült leszedni az összes defense-et, úgyhogy most tisztító time van. És meg lett a 3 chili. Gratulálok Józsi, ott volt még ezért ez a poison spell, azt is elhasználtad volna valahol, nem figyeltem pontosan, hogy hol. És ennyi lett volna ez úgy igazából. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk holnap a következő videóban. Sziasztok!